Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség tisztújító küldöttgyűlésén a szervezet országos alelnökévé választották Kis Andrást, aki az elmúlt 2 évben Szabolcs megyei elnökként tevékenykedett a szervezeten belül. Köszöntöm a stúdióban Kis András, immáron országos alelnök urat. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Én is köszöntöm a Költség Televízió nézőit, és köszönöm a meghívást! Beszéljünk egy kicsit magáról a szervezetről, a szervezet múltjáról. Mikor alakult és milyen céllal hozták létre ezt a szervezetet? Civil szerveződés vagy politikai szerveződés? Mit kell tudni róla? Az Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség a KDNP ifjúsági szervezete. Még annó 2002-ben a Magyar Kereszténydemokrata Szövetség az MKDS ifjúsági szervezeteként alakult, és utána a KDNP újraindulását követően lett a KDNP ifjúsági szervezete, és eként azt a űrt, azt a szerepet tölti be a Ifjúsági Kereszténydemokrata Szövetség az ifjúsági szervezetek között, amit a KDNP, a Fidesz-KDNP pártcsaládon belül. Tehát egy horgonyt próbálunk megjeleníteni, egy horgony szerepet a keresztény értékek mentén az ifjúsági politizálásban. A Fidesz-KDNP szövetség az egy széles gyűjtő párt, sokfajta ember megfér itt, aki a keresztény gondolatot fontosnak tartja, viszont a KDNP és az X az egy olyan horgonyt jelent, ami az örök értékek irányába mutat. És azért azt gondolom, büszkén mondhatjuk el az elmúlt 8 év, lassan 9 év kormányzati munkáját ismerve, hogy az Orbán kormány egy keresztény-demokrata kormányzati munkát valósít meg, és az X ezt a munkát támogatja a maga területén az ifjúság, a fiatalok ügyeit érintően, és én azt gondolom, hogy ez az ügy, ez jelenleg a kormányzati politika homlokterébe is van. Akár beszélhetnék itt az ifjúságot érintő fontosabb intézkedésekről, jogosítvány, nyelvvizsga, ezeknek az ingyenessége, vagy épp a családtámogatás, az a nagy vonalúság, amellyel a fiatal családokat ösztönzi a kormány a gyermekvállalásra, ahogy mi szoktuk fogalmazni, a gyermekvállalás a legszemélyesebb közügy. Én azt gondolom, hogy ezek olyan dolgok, amelyeket fel lehet vállalni, és az X mindig is felvállalta ezeket a témákat, legyen szó a fiatalokról, legyen szó a fiatal családosokról. Hogyan látja az X az ifjúság mai helyzetét? És egy heterogén csoportról beszélünk, hiszen az életkor az egy dolog, de nagyon sok rétegből tevődik össze az ifjúság, amit ma Magyarországon ifjúkorú rétegnek nevezünk. Mik a legfontosabb problémák, amikkel szembesülnek a mai fiatalok? Én azt gondolom, hogy a mai fiatalok számára a legfontosabb kérdés, a probléma az egy negatív töltetű szó. Én azt mondom, hogy inkább kérdés az élet kezdésnek a kérdése. Az őket leginkább foglalkoztató kérdések mindenképpen a család, családalapítás, párválasztás kérdésköre, illetve a munkával kapcsolatos kérdések. Azt gondolom, hogy ezen a téren az elmúlt 9 évben nagyon sok eredményt sikerült elérni. Gondoljunk csak arra a sok ezer, sok tízezer, sőt sok százezer új munkahelyre, ami akár országos szinten, akár itt a megyénkben létrejött. Sokkal több fiatal dolgozik, mint 9 évvel ezelőtt. Akkor az ifjúsági munkanélküliség, ez egy nagyon komoly probléma volt. Most kevésbé probléma. A másik fontos kérdés, azt gondolom minden fiatal életében a családalapításnak a kérdése. Abban a korban vannak, amikor ezt minden fiatalt foglalkoztatja, és a közvélemény kutatások azt mutatják, hogy ha azt megkérdezzük egy fiataltól, hogy hány gyermeket szeretne, sokkal nagyobb számot mond egyetemistaként, mint a hány gyermek megszületik. Ezért nagyon fontos az az intézkedéscsomag, mert ha azt nézzük, és ezt az elmúlt 10-15 év minden közvélemény kutatása konzisztensen mutatja, hogy a fiatalok szeretnének gyermeket vállalni. 2-3 gyermeket nagyon szívesen vállalnának. A fiatalok nagy többsége szeretne gyermeket vállalni, és a kormányzat most adott egy olyan segítséget számukra, amivel ez egyszerűbbé válik. Tehát a kormányzat egy olyan igényre reflektált, én azt gondolom, hiszen a fiatalok mutatja minden közvéleménykutatás, hogy szeretnék vállalni azt a gyermeket, és egy olyan nagyvonalú támogatást ad, ami ezt anyagi szempontból egyszerűbbé teszi, bár ez egy személyes magányügy, és én azt gondolom, hogy alapvetően nem anyagi elhatározáson múlik.
Ez egy nagyon jó dolog, nyilván. Viszont amire nagy szükség lenne, az egy kiszámítható, viszonylagos stabil jövőkép. Rendelkeznek-e ezzel ma a fiatalok? Hiszen a mai felgyorsult világban nagyon-nagyon gyorsan változnak a dolgok. Tulajdonképpen azt látjuk, hogy nem egy életre szólóan választunk pályát, hanem most lépett igazán életbe az élethosszig tanulás, a folyamatos megújulásra való képességnek nagyon nagy jelentősége van. Ez biztos így van, ahogy ön mondja, viszont az egy örömteli dolog, hogy ma már sokkal inkább a munkaadók versenyeznek a munkavállalókért, mint fordítva. Azért volt olyan időszak, amikor ez nem így volt. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon nagy lehetőség, és ez a lehetőség, hogy a munkaadók irányából is megindult a verseny a munkavállalókért, ez egy lehetőség is a fiataloknak, hogy aki jobban képzett, aki többet tanult ebben a történetben, az olyan munkahelyre tud menni, amilyenre szeretne. Azt gondolom, hogy ez egy lehetőség, és azt gondolom, hogy persze ezek a kihívások valósak. És mindenkinek ez személyes ügye, hogy mit tanul, merre helyezkedik el, hol helyezkedik el. Amiben segíteni lehet, hogy olyan biztonságos környezet legyen, olyan munkát segítő környezet, akár adózási, akár adminisztratív környezet, ami segíti a munkavállalást. Én azt gondolom, hogy jelenleg ilyen lehetőségei vannak a mai fiataloknak. És még egy dolog a biztonságra. Azt gondolom, hogy a legfontosabb, hogy egy fiatal biztonságban érezze magát a hazájában, abban a környezetben, ahol van. Azt gondolom, hogy ezért is fontos az a mindannyiunkon érintő kérdés, amit úgy nevezünk, hogy bevándorlás. Hiszen ez ma, én azt gondolom, hogy Európa legfontosabb kérdése. Mert ha van munkahely, szerető család, de nincs biztonság, de nem tudom biztonságban a családomat, akkor valahol ugyanoda fogunk visszalépni. És ezért fontos, hogy mi, akik keresztény demokraták vagyunk, mi azt gondoljuk, hogy nem a bajt kell idehozni, hanem a segítséget kell odavinni. Tehát mi ezzel a három dolgot mondunk, arra is reflektálva, hogy nem csak tisztújítást tartottunk, hanem volt egy konferenciánk is Európa jövőjéről, hogy egyrészt a mindenkinek joga van eldönteni azt, hogy kikkel akar együtt élni, és nem megoldás a bajt idehozni, olyan embertömegeket beengedni, akiket senki nem tudja, hogy honnan jönnek, hova tartanak és milyen céllal. Ez az egyik, tehát nem akarunk kötelező kvótát és kötelező betöltést. A másik része, hogy természetesen a keresztény szeretet az bennünk is bennünk van, és Magyarország elsőként támogatja a közel-keleti elesett embereket, elesett keresztényeket abban, hogy otthon, az ő hazájukban újjáépítsék iskolák, templomok, kórházak fejlesztését támogatja Magyarország kormánya kereszténydemokrata javaslatra a közel-keleti régióban. Azt gondolom, hogy ez a nagyon fontos dolog, és itt Európában pedig meg kell, hogy védjük a keresztény értékeket. Ez számunkra a legfontosabb, ez a tétje május 26-ának az európai parlamenti választásoknak. És én mindenkit arra buzdítok, a fiatalokat is, hogy most egy olyan választás jön, ami tényleg a jövőről szól. Kis András alelnök úr, köszönöm, hogy vendégünk volt ma este. Én is köszönöm a lehetőséget, és remélem máskor is lesz még erre alkalmunk.